Hello, hello, srácok! Szevasztok! Csodálatos hétvégét kívánok mindenkinek! Üdvít ismét és megint egy csodálatos közösségi játszásban, ahol megint egy remek játékot, egy nosztalgikus valamit fogunk feleleveníteni nektek online formában. Ez pedig az Életjátéka nevezetű társas játéknak a Steam verziója. Ami kicsit lássuk be, szomorú, hogy már társas játékokat is online játszunk, de hát, hogyha kedvetek lesz nektek nem online játszani, vagy pedig külföldön vannak a barátaitok, vagy nincsenek. Mindegyik előfordulhat, egyik se szégyen, de én nagyon-nagyon szerettem ezt a társast annak idején, még ifjú koromban, úgyhogy arra gondoltam, hogy tök vicces lenne nektek is megmutatni, hát ha sokan nem ismeritek, vagy hát ha sokatoknak nosztalgikus, természetesen Martinnal, Hirkszel és Serenittel közösen, úgyhogy ez lesz a ma délutáni program, szerintem tök jó lesz. Ebben most nem kell sokat agyalgatni, egy totálisan basic társas amúgy, tehát hogy a mai fejlett társasokhoz képest ez már semmi, de szerintem pont ettől lesz szórakoztató, úgyhogy köszönöm szépen, hogy így sokan itt vagytok élőben, meg üdv a YouTube Csiti Csatira, mehetnek a lájkok, meg minden ilyen dolgok, amiket mondani kell. És ünnepelünk ma, srácok! Jár a taps! Képzeljétek el, most megnéztem, a Nessai React és a Nessai Short csatorna átlépte az 1000 feliratkozót úgy, hogy nincs rajta content. Úgyhogy ez egy nagy eredmény, köszönöm szépen, támogassatok tovább, most még föl lehet iratkozni, most még nem ciki, tehát el lehet mondani magatokról, hogy mielőtt bármi lett volna a Nessai React meg a Nessai Short csatornán, ti feliratkoztatok, úgyhogy jár nektek is a taps. Hogy találtátok meg hogy jöttetek rá, azt még mindig nem tudom, de kiváló, kiváló. Na srácok, nem is húzom tovább az időtöket, köszi Twitch-en mindenkinek a támogatást, a csíreket, a subgifteket, a szabokat, meg minden egyebet. Indítom a videójátékot, és megyünk Discordra, hát elvileg minden működik, én itt kaptam invite-ot. Nézzük, hogy milyen a The Game of Life 2, mert ez a játék neve van konzolra, Steamre, meg minden egyébre, és reméljük, hogy elindul, és működni fog, és nem lesznek technikai problémák. Hát igen, ugye, hát mint például most, amilyen hangot hallhattatok. Nyugi, nem ciki, nem el fog indulni. Valami elindult, várjál, valami megy! Aha, én már látom, ott van, nagyon jó. Marmalade Studios. Game of Life 2. Puty. Ott és online is vagyok. Nézd meg. Működik vét, hát akkor már csak föl kell menni Discordra. Ilyen simán eddig soha semmi nem működött az életbe. Semmi, sehogy nem jó. Nika Szepéri Menó! Sziasztok! Kedves gyerekek! Leléd is! Ne ígyatok gyógyszerre. Te ez egy klasszikus nóta, egy klasszikus játékhoz. Ja, jó. Sziasztok, hogy vagyunk? Az a volt a probléma, hogy nem ismertük volna. Ja. Azzal van a probléma, hogy olyan képed van, mint nekem, és olyan skinned, mint Hirksnek. Van skin? Na várjál, hát akkor mehet. Na most én itt különböző gésa golyókat látok, igazából csak színben van. Ja, hogy várjál, lehet lapozni, aha. Igen, automobillal leszek. Kategóriák. Én egy rák leszek, az lehet, hogy... Miért van egy rák? Mert a rák népségre is gondolni kell. Nagyon jó, és akkor és ilyen gördeszkás, én ilyen lazás arc vagyok, ezt nem tudom, tudtátok-e rólam? Azt hittem, hogy szlotos. Ja, de várjál, Martin is deszkás arc, nem jó. Én vagyok egyedül az egyik. Vagyunk a gangon. Akkor én ilyen gamblingos. Nem, háromban összesen elkerülhetetlen, hogy valakinek. Nem, én ilyen gamblingos arc leszek. Hát várjatok, hát egy... Nem mehetünk. Hát egy nagyon fontos dolgot itt meg akar úszni valaki, én úgy érzem. Hát hölgyeim és uraim, a mai nap egy gyönyörű nap. Boldog szülinapot, Serenit! Boldog szülinapot! Nem minden nap lesz az ember 36, hát azért ezt meg kell... Tudom, amúgy milyen 36? Még csak 32. Ja, bocsánat, igen. Egyébként elsőnek azt hittem, hogy
csapatunk nevét akarod kihirdetni. Azt is... Nem! Most szülinapon van, kus legyen! Nagyon fontos. Figyelj! A csapatnév, a legjobb csapatnév, amit YouTube kommentbe kaptunk, az a Serenit és Csicskái voltak, tehát hogy szerintem elengedhetjük a csapatnevet. Nekem tetszik! Gondoltam. Egy szavazatot letennék emelni, hogyha lehet. Jó, inkább redizek. Na! Welcome to Classic World. Én szerintem így nincsenek ilyenek, hogy szabályok, mindenki látni fogja, hogy mi történik. Igen. Aha. Jók a többiek hangjai? Internetes chatablak, meg minden game látszik? Mehet. Ki kezd? Ki kezd? Én. Én? Na, új is a szülinapot. Nem, én! Juhú! Az mit jelent, hogy én kezdek? Igen? Az, hogy te kezdesz. Hát most. Én elaludtam. Mit kellett volna csinálni? Goal of the game. Meg kell hoznod életed első döntését. Dolgozni mész, dolgozni, vagy egyetemre? Hol a dept? Kedves gyerekek, tanuljatok. $100,000 elmentél egyetemre? Jól meg kell pörgetni. Hát az nem jött össze. Igen, amúgy... Erősen. Csak a nézőknek. Nézőknek mondom, kettő dolgot kell csinálni, pörgetni és választani. Tehát ennyi a gameplay. Ez még mindig nem számított pörgetésnek, tehát már mit az egy... Mit pörgess már! Húzd meg rendesen! Jó van, na, nyugi! Na ez az! Sikerült! Azt mondtátok, hogy... Na, mint, hagyjuk, nem. Watch a game stream. Hó, hát én a Nessite nézem, na, azért bukok az egyetemen. Ja, való? Igen, szóval az nyer a játék végén, akinek a legtöbb pénze, meg a legtöbb ilyen szívecske, tanulás és malacpersely pontja van, ugye? A végén van egy ilyen átszámítás, hogy 10,000 pénzenként 100 pont. Jó, mi a legtöbb, igen. Gyűjteni kell és kész. Na, egyetemre megyek, vagy dolgozni? Egyetemre megyek, okos fiú vagyok én is. Úristen, 100,000 forintért, na mindegy. Egyetemre na, mutatom, hogy kell 10-est. Bár csak. Mondom 10-es. De nekem jó, de... Faszom meg kell ez meg... Rá kell rántani, ez a megfelelő. 5, jó lesz. Jó lesz az 5. Ott már én le is diplomáztam, köszi, a rákember viszi a streamet. Azt a micsoda animáció. Azokat a galambokat akarom hazavinni. Mi az a God of War, haló? Oh, ugye? Kaptam egy pontot. Na, és akkor mi? Videogame designer lehetek, vagy szoftverfejlesztő? Hát én videójátékos designer leszek, annyi. Ajjaj. És akkor a hármas a szerencse számom, és akkor fizettek, ha hármas pörgettek, ugye? Igen. Micsoda? Egy bónusz kapsz, ha te börgetsz ki. Akkor a bankad lehet. Aha, pénzt. Nagyon jó. Ma megint te jössz? Igen, egyet. Igen. Lediplomáztam, úgyhogy jöhetek. Gitár, lecke, vagy comic book. Hát adj egy képregény, nincs 100,000 pénzem, nincs tele leszek. Kaptam egy malacot. Nagyon you have the most a... wealth. Ó, ja, hogy akinek a legtöbb malacca van a végén, az kap plusz pontot. Aha. Igen. Nagyon jó a játék. Nagyon creepy ez a rák a volán mögött. Amúgy hány óra egy játék, Kirks? 10. 10 perc? Ja, 15? Jó, oké. Okay. Attól függ, hogy milyen gyorsan élünk a célban. Hát, ha ilyen egyeseket, ha egyeseket dobálunk, akkor egy fél óra jó. Is. Jó. 10 perc egy játék. Én nem tudom amúgy, hogy milyen verziói vannak a játéknak, mert itt kérdezték. Nem tudom, most én ezt a ketteset találtam. Ezen belül is vannak mapok, meg ilyen dolgok. Hallott, popstar lesz. Nem popstar lesz. Nem. Kis állatgondozó. Kozmetikus. Ah, te aranyosak. És nézd meg. Nézd meg. Csal. Ja, és ő egyből kap fizetést. Meg... Az iskolában. Igen, de hosszú távon ki fog fizetődni, hogy mi iskolába jártunk. Hogy a hangos helyet. Állítólag. Ja, én is a Windowsba le kellett vegyem a játék hangján. Jézusom, évek. Ez az. Te Playboy nyuszi leszel így a cosplayből ítélve. És menjek el én is egyetemre, mint hogy a való véletlen. Nem volt az elég hát, szobán. Nem tanultad még meg a leckét. Nem, elmegyek megint. Nem kell pénz. Kinek kell pénz? Na hát ahogy a profilképe is mutatja, egy igazi madár. Na add ide a pénzt, köszi.
Nem érezte pörgetést. Isten, de megrántott. Köszi! Lehet minuszba menni. Köszi a lóvét. Cuki vagy, köszi. Action. Na, ott lehet mi duellezni. Csinál? Az igen, game. Paper, scissors, a computer. Abból az 50 ezerből vehet egy 100 ezres gépet, az egy... Az egy legit egyetemista döntésnek tűnik az. És megcsinálja. De már van két malacca. Kedves gyerekek, ennyi a korona. Ez nem egy követendő példa. Dehogy nem. Ez egy edukatív jellegű stream kéne legyen, azt te itt már adósságba vered magad. Nem. Nézd meg, már vedd ki a banki kölcsönt szépen. A máját behitelezi, nézd meg. Diákhitel, az úgyis 0%-ra felvehető, szabad felhasználású. Jó, aha. Amúgy csak mondom neked, hogy valaki beírta a chatre, hogy ma van Putyinnak is a szülinapja, és ez elég gyanús szerint. Igen. Igen. Én vagyok. Nagyon jó, hogy tizetnapja, mert egyet kellett. Tök mindegy volt. Gratulálunk, Martin! Juhu! Legalább olyan sokáig tartott lediplomáznom, mint a való életben. Na, mi lesz a munkád? Nagyon jó. Arra a filmrendezőre. Az abban a pillanatban. De az mi, hogy csak 30k az adó? Hát, na ugye. És milyen típusú filmeket fogsz elkezni? Nem jó! De nagyon hogy jó. Nem tudtok pörgetni? A világ legegyszerűbb dolga. Mi? Az a hármas, az nagyon jó pörgetés. Az nem jó pörgetés. Nem annyira szimpatizálok ezzel a hárommal, most én se. Hú, ott ilyen szívecskézni lehet. Egy jó tábor a csillagok alatt. Ott fogunk forgatni. Mondjuk egy kis kiegészítés, okay. Martin, tehát hogy totálisan egyedül vagy, tehát hogy így... Ja? Azt hittem, hogy... Mármint nem baj, csak egyedül mentés átraszni az erdőbe. That's my life. Na, nyugi. Ez a Martin feleséget keres című műsor első adása. Egy, nagyon jó. Na, mutatom, hogy ott az e-sportoló, mehet az e-sportoló. Senki nem akar bulizni, mert kit érdekel, az mehet. Ja, és most várjál, mert mindenki pörget, és aki a legnagyobb... Egy csóró vagyok, hát nyerjek már, hagyjatok létszi nyerni. Amúgy is jobb vagyok nálatok, nyernem kéne. 6, ezzel nyerek, én érzem. Ki jön? Ja, Hirks. De nézd meg, én lehet látni, ahogy ő így csalik közbe. Jó csalt. Na nézzük, ez most az életedért megy, vagy nem, elvisz a bank. Nem, csak hogyha bizonyos számom van, akkor ahogy meghúzom, úgy valószínűleg... Nem már! Nagyon jó eddig, nagyon jó! 4-5-6 tényleg? Azaz, ezt úgy! Ezt nem számít a pörgetésre, most mondom. Büdös picsám, de ez csalás ez a... Na, nem jó! Azaz, jár a taps! Na jó! Jó legyen! Két. Hát amúgy meg mindenkinek adtam pénzt. Mit? Tele van lóvéval a csávó. Csak mint a való életben. Ez semmi. Én csak azt szeretném erre mondani nektek, hogy Nika Szepéri Menó. Hogy tud mindenki hármas törvetni? Nem nagyon jó az a játék. Na, Hirks, várjál, ez egy fontos... Micsoda? Most az összes szinglit megsértetted. Lehet. Az a hát... Nagyon jó, nagyon... Én csak annyit szeretnék mondani, hogy... Nikász! Ez meg van mondázva! Ég, pörgessétek a hármasokat! Édes Istenem! Várjál, most adót kellett fizetned, és fizetést nem kaptál? Hát, átmentem a fizetős... Ja. Mezőn, akkor megkapod a pénzt, és utána le is adóztam. Ez szép. Így is nettóba pozitívba vagyok. Utolsóként. Mint ahogy a való életben is. Nekem de még lehet doktor, az még nagyot mehet. Hát, vagy nem. De nézd meg, hogy de a filmrendezőnek miért kell ilyen keveset adóznia? És... Akkor megyek filmrendezőnek. Köszönöm szépen. Na jó, tehát kompetitor Martinnal. Ez... Ennyi. Jaj, jó. Irgz dobott egy tír hármast a NAV-nak. De ez meg van bundázva. Hát igen, gyanús nekem is. Fixed. Az egy hármas volt? Elnézést, annyit szeretnék mondani, hogy
Ez így, hát már mindenki 8-at fizetett. Én kihívnék valakit egy kőpapírollóra, csak vagy megnézném a Nessai streamet, ugye az hát is. Hát nem a tiédet nézem, de streamet nézek. Aha. Nagyon jó. Na, eddig... Olyan nézek, aki emberi időben streamel. Ja, jó, bocsánat, elnézést. Te csak részt veszel a streamekben, nézni nem nézed, ugye? Nem hiszem el, hogy én... Valakinek dolgoznia is kell, adósságom van. Ja. Nekem nagyon kevés pénzem. Aha, az a 70 kell. Nálam biztos nincs kevesebb. Amúgy nem tudom, hogy hány foglalkozás van a játékban így nézői kérdése. Gondolom lehet, hogy DLC, és még lehet venni a játékhoz ilyen dolgokat. Lehet, hogy abban több van, nem tudom, hogy működik. Nem hiszem el. Komolyan, hogy nem ugrik át. Jól adagolt. Tehát ilyen kis Monopoly is van ebben a játékban azért, hogy így... Szingli maradtál, Marti? Jól láttam? Igen. És nézd meg, ennyi pénzt kapott egyből. Oh, nagyon jó. Nagyon jó. Slam dunk. Gyere ide. Na. Gyere ide. One V, one me. Ja, na az... Ja, csak ennyi. Csúnya. Csak ennyi. Csak ennyi. Azt hittem, hogy... Itt mindent a pörgetés. Nagyon jó az a négyes, Martin. Ujj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 
Na gyerünk, gyerünk. Na, ez az állunk? Annyira gyors volt, hogy le se tudta követni a komputer. Neee! Ezt csak mindenkitől vártam, de tőled nem. Szedd ki! Szedd ki! Ez kész. Hölgyeim és uraim, ez az évszázad kosármi... Gyere, gyere, dobod a hármast, gyere, gyere. Ott van Kobi. Ne, ott van! Ezt nem hiszem el. Na gyere, keszeg! Én addig lehet csinálok egy kávét. Na, nem megy már a hack, ugye? Az nagyon jó, nagyon jó. Francba. Ott is van, ott is van. Miért őt hívtad amúgy ki, ahelyett, hogy valaki csúrót hívtál? Kaptam Steam a cheat, gyerekek, köszi. És még több pénze van, gratulálok. Ez az, köszi. Jó, ha nyerek, akkor meg vagy. Jó, tessék, itt kiélsz, Hirx, tessék. Melyik az én? A kettes a tiéd, szerintem. Na, a rákember tovább halad. Adjál egy kaját. Kínaizok egyet. Egyedül magamba két szívecskér. Hát, akinek sok pénze van, az... Hát az rendel, ugye? Ték itt mehet. Vittem a koronát, köszi. Milyen aranyos a kis rák kosztümöm amúgy. Ő creepy. Mi, miért volt? Ja, a kaját mondta. Van egy szemtengei fertőzése. Jézusom. De amúgy ez fixen ilyen nincs egyébként. Mi a probléma? Az, hogy mindenki hármas dob folyamatosan. Várjál, most egy fontos pillanathoz érkeztünk Hirx életébe. Választad! Haj, már! Nagyon elsietted ezt a választást. Így van! Most rámentél a basic fiú lányra. Majd amikor kijöttek, akkor ti majd. Na nézd meg. Az mi? Ja, izé, nász ajándék? Ugye. Ez tök jó. Hagyjuk, haja. És mindenki fizet neked, nászhaján? Micsoda? Mi? Engem meg se hívtál. Amúgy, ja, ott se voltunk. Ezért küldtétek borítékba. Na. Azt most még mit pörgetsz? Ott egy hármas, nagyon jó. Amúgy ez visszaki. Amúgy tényleg valami bágos. Valami nem bágos? Jó. Mi bágos? Hát ez... Valami nem jó. Nem is én vagyok a gamehoz. Micsoda? Haló? Én meg egyedül csóró. De mi az, hogy a bank mit ingyen ad 100 000? Az melyik bank? Jó lenne, ha látnál ilyen bank. Na, azt rám parkol a nyuszi. Ott visszafizetheted a kölcsönt. Most már, hogy sikeres filmdirektor vagy. Legyen. De amúgy mennyi kölcsön? Amúgy több mint 40 000-rel tartozott a banknak, nem? Most is 50-enként.
Ez én úgy, nem tudom. Itt valami, itt matematikailag... 50-enként kapsz egy ilyen lónt, és valamiért 40-ért kell visszafizetni. Ja, tehát akkor totálisan megéri amúgy adósságban. Hát, ezt nem hiszem. Hát nem, mert a végén akkor sok pontot van. Akkor legyél adósságban, Istenem! Te... Jó. Várjatok, Martinnál valami fontos van megint. Család vagy befektetés? De hát nincs is barátnőd, hát szing, milyen family! Martin totál ilyen karrierista módba játssza ezt a játékon. De legalább te lennek, mint a déli busz, de nem vagyok. De még lehetsz! Mert nem képezted magad tovább. Mi ez, hogyha? Nem, ő egyetemre... Hopp! Igen, de az egyetemnek 3 szintje van. Ja, várjál, egy több házat le... És ja. Hogy tudsz oda? Haló? Mit kellett volna nyomni, hogy tovább menj egyetemre? Semmit, a felajánlja néha a játék, hogy online kurzuson szerzel. De várjál, hát a Martin itt már ingatlan bizniszekben van. Hát figyelj. Jaj, de arra nyomás. Milyen jó lesz ott totálisan egyedül. Majd néha. Micsoda? Mi? Át akar menni. Igen. Hát jó, hát van bor. Mondjuk annyira nem lehet szar szinglibe az a Baywatch házod. Pamela ott elszaladgál. Haló, add már be a pörgetést, a szar. Amúgy ez az filmrendezőként pláne. Ja, hát ott lehet castingolni a beach-en. Na, hát merid. Félember vagyok önmagamba. Na, menj már! Ez egy ötöst pörgethetnél. Kérd már meg a másik feledet, hogy pörgesen helyetted. Ötöst! Pénz, köszi! Nagyon jó. Action! Action, mi? Ó, hát én mehet egy board game battle. Én mindenkinek adok pénzt, látjátok? Hát van mi? De nem te adod, nem? De hát én döntöttem el, hogy részt veszünk egy board game. Basz meg. Értem. Jó, 4-et kell felülpörgetni, az csak sikerülni fog. Jó, azért nem kell mindenkinek a második helyet vinném. Mondom, nem kell minden... Na, Martin, neked már van ház. Az nem volt pörgetés. Öcsi! Azt mondja, öcsi. Öcsi. Tessék. Az se volt, az meg. Öcsi. Jó, egy kicsit kiegyenlítettem a gémet a nézők, hogy köszi, tudjanak köszi. Izgulni. Én nagyon csóró vagyok amúgy. Hogy lehet az, hogy ennyire csóró vagyok? De gondolj, csináltam, amit de gondolj arra, hogy Martin meg egész nap a pöcsét veri a beach-en magányosan. Hát amúgy inkább verném a pöcsemet a beach-en, mint hogy csóró legyek. Well... Csak így. Halkan megjegyzem. És az én számomat még soha senki nem pörgette. Senki nem akar nekem pénzt adni valamiért. Senkinek nem kell a számod, az az igazság. Pedig ingyen azért a komment szekcióban lehet, hogy elég sokan be fogják írni. Hát ez az algoritmus pörgető megnyilvánulás, tudod? De most már csak 8-ast pörgetünk. Hát rosszul választottál szerencse számot. Hát ja, hírk ott, ott várjál, vannak, ott és ne! Saladok! Kutyár. Nincs ház, nem lesz, addig nem lesz gyerek, amíg nincs hát, ház. Hát amúgy is izé vagy. Milyen felelősség teljes. Azt miből lett a Jeep? Z meg! Azt miből? Valahol bele kell, hogy az a Jeep az miből lett, ha kérdezhetném? Jó hát napot kívánok! A Nemzeti Adó és Vámhivataltól érdeklődenék, hogy az így miből. Számla van? Az állathordozó. Ja. Az a jó 8-as, az nagyot megy, ahogy nézem. Jugi, Serenit még van 10 000. Takarodj! Na, ott a Sugar Daddy-t ki kell választani! Már ő neki nekem szimpatikus volt. Na mehetnek a fanfictionök, azaz. Gyere, csajá! Menjünk a csóróságba. Helyett, hogy... Na, Nária, kapsz egy szép NASA ajándékot, ott van. Köszönöm. Igen, fizessetek, még jöhet. 810! Figyelj, azok névtelen lezárt borítékok, sose tudod meg, hogy ki mennyit adott. Igen. Hogy nem. Azt írja valaki a chaten, two girls, one spin. Nem, hogy mit adtam, amit kaptam, sőt többet is. Térség, ott a banktól is kap.
svájci bankszámlára. Hírk szabó vagy zsippet. Na, még vezetek? Hát, hol lehet tudni, hogy nyereke? Majd a végén. Mi ezer éve nem jöttem el, Hírks, komolyan megzsugáztad itt a bugát. Amúgy eddig a 3-as volt, most a 8-as. Mikor jön ez én számom? Várjatok, fontos döntés, fontos döntés. Continue life. Online a másik course. Mi? Öngyilkosság? Mi az a continue life? De mi nem képzi magát tovább. Dehogy nem. Exit life, continue life. Igen, és akkor most igen. De nézd meg, milyen tanult, nála van a tanulás korona. Brain Surgeon, halló? Az a filmdirektorból egy nagy ugrás, bazd meg. Ott sem észnek lenni. Igen, átképeztem magam. Nem, amúgy csillagász, az menő, az jól hangzik, az ilyen csajozósnak hangzik. Kár, hogy való életben nem tudjuk. Menjetek már a 2-esre, vagy a 6-osra, vagy nem tudom, melyik a 2-es. Én vagyok már a 6-os. Azt se tudod, hogy melyik a számod, és csodálkozzal, hogy nem pörgetik ki. Kovi Boldoki. Nem, amúgy learn nem. Another language. Martin nagyon rámegy a tudásra. Ja nem, mégse. Azt kit hívtál meg a grill partira? Hát még mindig nincs senkid. Minket. Na, úgy nagyon jó. Az nagyon jó. Hihetetlen, hogy képes így pörgetni. Na, hát akkor jól. Most ő milyen? Amilyen a három opcióból ez mi a gender semleges vagy? Ott van, egy kis kalapos. Ez ilyen meglepetés. Majd a nász éjszakán megtudja, hogy milyen. Janiella. Igen. Elvettem egy helikoptert, vagyok. És probléma, bassz meg! A másik feled. Így van. Nagyon jó, tessék, vissza is adom a nász ajándékot. Azért csörbe hírsz, így megszedte magát a kis kutyuskákkal. Nem csináltam semmit. Na, gyorsan pulyázzál le, asszony, vagy mi vagy te? Koncert, videó, vagy... megyek a koncertre, van pénz. Én begyűjtem a szívecskéket, így. Te csak boldog akarsz. 100 000-ből egy koncert lehet, ez elég jó koncert lehet. Hát jó koncert volt. A kedvenc dal, ami elhangzott, az volt, hogy... Nikász! Jó, ebbe belesétáltam. Te hülye, úristen. Ígérd meg, hogy elviszel magaddal olyan tájra. Hol búzzuk ki hang? Na, befejeztem, bocsánat. Pedig épp kiadni akartuk, hogy jó, folytasd. Jó, várjál, mert Hírkszot már vesz dolgokat. Vesz egy hajót, érted? De nem, egy újságot vett egy hajóról. Ja. Nem ugyanaz. Nem mindegy. 100 000-ért egy újság, az menő. Várjál, most a cseten azt mondják, hogy a rák ül az anyós ülésen. Most én lettem a köcs... Mármint... Na, bocsánat. Na, haló. Na. Nézd meg, ez hármasdom. Ami nem dobás, hanem pörgetés. Ha, nagyon helyes. Amúgy ezt nem kéne megpendíteni, ezt a témát, mert cancelözve leszek, de... Van PC neve a szerepeknek a... Vagy... Semmi nincs leírva. Csend. Van? Én tudom, hogy gáz, hogy nem tudom. Vagy ez eleve nem PC, hogy vannak szerep? Na mindegy. Nézd csak, veszi a pénzt ott. Farmolja konkrétan. Eurotrip? Én befizetnék. Senki, az élmény megfizethetetlen, ugye? Nem. Ha van... Vakációzni megyünk. Lemész ingyen Marti házába a partra. Pontosan, most épp az történt. Vittem az asszonyt is. Nagyon jó. Véletlen forgott egy film. Pont bekapcsolva maradt a kamera. De már már... Tényleg az élet, Martin csillagász, hogy a távcsővel ott tovább folytathassa a bizniszt. Értem. Nagy felbontás. Menjünk el gokártozni! Let's go!
Na, abban nagyot mennék, azt nyerni kell. Hát ennél biztos nagyobb. Amúgy meg elmehetnénk gokártozni. Rohadt jó gokártozni. Valóban. De nem már haló! Köszi. Egy egyest kérek, Hirks. Mondom egy... Jó. Felvágós. Jó, de igaziból én nyernék. Na, hát akkor ilyenkor... Akkor én is pörgethetek újra? Nem. Persze, de ez mi? Én miért nem? Ez ne különböző. Mert te nem dobtál hatos. Hát de most lehet, hogy dobnák. Segítem érdek. Na nézd meg. Élőben is így lesz a kokárt részben. Aha. Miss Lando első kanyarnál fal. Na. Kérlek, ne sérts meg. Jó van, tartsátok meg az aprót. Elkezdtem visszaesni, úgy érzem. Hát 830k-val? Te szegény. Na, most egy nagyot kell menni. Az... Mondjuk a hatosra mehettél volna. Nem, az teljesen kérdezem. Jó menés. Na, pulyázzál le, asszony! A family, az kell. Meg egy hatos. Nem, az mondjuk bármi más jobb lenne, mint ez a kettő. Haló? Köszönöm szépen! Mi van, végre. Neked utaltuk a családtámogatást? Vagy mi a fa? Ő hordja ki a gyereket, vagy nem tudom mi van. Én biztos, hogy nem. És most fizetem magának, nézd meg. Amúgy Hirx ilyen nagy síkkasztásokban van a játék során. Jön a Jeep, utalja magának a pénzt. Nagyon durvába nyomja. Online tutoriálokat komplítálni lehet? Ha nagyon unatkozol. Valaki küldött donation-t élőben Serenit, de azt mondja, hogy igazából ez a te pénzed. Mi? Nexi küldött donation-t, és azt mondja, hogy ez a pénz neked jár igazából, nem nekem. Kérem. Jó. Várjál, mit fizettél? Nem figyeltem itt? Mi történt? Kipakkanáltam egyetemre. De amúgy mi értelme a munkáinknak? Egyszer nem kaptam fizetést. Hát amikor átmész a zöld pénzmezőn, az a fizetés. Jó! Nem figyeltem. Ezt gondoltam. Na, haló? Mind engineer. Az lesz. Szélenergia. Szélenergia. Ott, és a 9-es technician lett a szerencse számú. Így felbűsz mászni a szélen. De menj már a pöcsömbe! A neked Mászik. Olyan nincsen. Ezt még egyszer, hogy? Nén, megkaptad a fizudat, ne hisztizzél. El is költheted. Na, tessék, megtanulhatsz. Megtanulok még egy nyelvet! Holá! Holá! Nem, olaszul szeretnék. Ő lett a legokosabb? Igen. Na. Hihi. Egyébek ki. Fizessed a pénzt inkább az evés helyed. Azért jó, még vastag vagyok, az a lényeg. Erre nem voltam kíváncsi. Nem hiszem el. Haló? Azaz, utaljad. Azt be lehetne állítani állandó utalásra körönként, srácok, nem kell az. Várjál, itt már itt alagutazik. Ú, riszki, ott... Fújjúj. Na nézzük, kockáztat-e? Jó, hát nyilván. Jóló. Na, egyből bele a pirosba, figyelj. Nem néztem, hogy hova kell. De az a 8-as, az be van mágnesezve amúgy. Biztos. Mert a 3-as nem. Az kicsit kevésbé. Na ez mi? Sorska, ez a szerencsekerék. Igen. Ez bármilyen mező lehet. Hát te főleg piros, ahogy hát az 25%. Na, vedd már be! Hát igen, ugye, az örök. Ezt a szalát. Gyerünk, menni fog! Ne! Ügyes. Akkor az adóhivataltól egy jó napot kívánok. Story of my life, igen. Na, édes mutatom, is. Hogy kell. Hát, hogy mutatom, úgy. Hát egyet kellett volna tovább gugulni. Tartsd meg az apró. Meg is tartom. Hol van a puja, asszony? Ott, állj! Hát most... Ezt meg... Tovább mentem a family úton, anélkül, hogy le...
Igen. Igen. Pontosan. Nem jött össze. Adjál pénzt. Mondjuk nem egy helikoptert kellett volna elvegyek, és akkor lehet, hogy lett volna puja. No, hát nem PC. No. Miért most a helikopterek no. tudnak gyereket szülni? Hát ne most mi az, hogy nem PC? Örökbefogadásról hallottál már? Jó, de én most nem arról beszéltem, az más. Tessék pénz. Köszönöm szépen, ott road to 1 millió, ez voltam. Remélem rád esik egy szikla. Mármint, hogy... Merre mentél? Normális. Haló? Normál? Aha, miért a másik az nem normális? A másik riszki. Miért sértegeted az útvonalakat, ne haragudj. Sodokku. Én azért boardgameznék. Én is, amúgy azt mondanám, hogy... Nem ez a megfelelő lépés, de csak a stream kedvéért. Azt mondja kutusom a chaten, wow, nem hiszem el, hogy itt lehetünk Nessai utolsó streamjén a cancel előtt. Új igazi megtiszteltetés. Örülünk, hogy itt láttunk. Egyébként most szeretném leszögezni, hogy én elhatárolódok. De én csak őre. Azt mondtam, hogy a helikopter nem tud gyereket szülni. Igen. Bocsánat. Láttál már kis helikoptert kijönni egy helikopter seggéből? Ne haragudj. Helikopterekről beszélgetünk. Literally helikopterekről. Ez nem egy burkolt célzás, hanem literally egy helikopter. Én a helikopter. Amin a politikusok utaznak. A jajban. Jó, engedjük ezt el, én is örülök, hogy itt lehettem. Az a baj, hogy ettől még nem lesz jobb. Semmelyik irányba sem. Még pár ilyen mondat, és tényleg jön az adó is. Na. Fizetem rendesen meg. Mindent fizetek. Jó, Istenem. Ez mi? Lehet jó, még a Facebookon streamelni? Nem tudja valaki? Én maradok ez a szélenergia. Az. Technician, úgy döntöttem. Amúgy a Verdák univerzumban lehet. Ez egy jogos észrevétel. Na, legalább nem fizetek senkinek. Majd ott mindjárt fizetsz valakinek. Famous. Nagyon megadóztatták ezt a csillagász szakmán. Nem kéne mellette filmeket is forgatni. Igen. A Beach House-odban titokban. A Beach House-ban. Na. Senki nem mondta, hogy titokban. Na, igen. Igen. Level up, adjál tudást. Tö. Na, most valami nagyot. Gyerünk, kicsi. Jó. Na, elverti a munkánkat konkrétan. Igen. Ott a hetes az, CR7 mehet. Hát ő is már csak a kispadon. De az 10-es volt! Istenem. Adjál tudásot nekem. Én is megtanulok kadzsikisztáni tájszólással beszél. És ha valaki célba ér, akkor vége? Vagy mindenkinek be kell? Nem, mindenkinek célba kell érni. Ú, nagyon jó. Hát akkor megéri amúgy ketteseket dobálgatni. Most nem én értem be elsőn. Jön a madár. A madár az ász. Azaz. Megéri egyeségként, ugye már. Megéri. Én táncolnék, én rámennék a táncversenyre. Valaki tudja, hogy melyik zene szól a diszkóban? Nekem van egy... egy jó trap remix-a. Azaz. Nagyon jó, 2-3, ez az. Jó, eddig jó. Ti még dobjatok egyet, léci. Az! Ne már! De haló nem adta be, hát akkor vedd be! Az is jó, kicsi. Az meg jó, mindegy, jó lesz. Az, nagyon jó.
Ez az, mindig jó. Hát igen, ez a valóságot is jól lefedi, én azt gondolom, ez a sorrend. Igen. A tánctudásban. Aha. Ez levitett. Te még nem láttál engem táncolni. Hát, de így is tudom, hogy a második legjobb vagy. Hát... Legyen így. Ígérd meg, hogy elviszel magaddal olyan tájra, hol helikopter hangja szól. Az kamu volt, az nem volt pörgetés, haló. Martin magányosan nyugdíjba is vonult, úgy ahogy van, köszi. Jó van, majd elolvassuk, igen. El kell adnod a házadat, azt mondja. Azért vicces lett volna, minuszosba megy el az a beach house, mert tele lett koszolva. Hú, várjál, nyugdíjas. Most körben, amíg nem végzünk, addig te ezt pörgeted ki. Hogy most statot akarsz pörgetni, vagy pénzt akarsz pörgetni. Mentél volna inkább az öregek otthonába. Kösz. Ja, és akkor a pirosat pörgetsz, akkor semmi. Igen. Itt meg mehetsz találgatni treasure-t. De várjál, most aki először beér, az így kajakra minden körbe így viszi a bónuszokat, amíg mi be nem érünk. Igen. Haló? Na, jöhet az önutalás. Váló, pénz. Önmosás. Pénz. Nagyon jó. Ráparkolunk a nyuszira. Az... De még már annyi pénzem van, mit kezdjek vele? Adj egy tutoriált. Ebben a vidiben megmutatom nektek. Hogy egy millió kell. Tutoriál. Hogyan kell? Azaz, nagyon jó. Azaz. De várjál, az is lehet, hogy Marti már nyugdíjba vonult, és még utalgatja nekem a filléreket a pörgetéssel? Nem. Mennyi nyugdíjas pénzt kaptok? Milyen állam ez, bazd meg, ahol ennyi pénzt kapnak a nyugdíjasok? Nem, senki nem meri lecsapni ezt a labdát, akkor jó. Nem. Ma már elég cancelt, szedtél össze. Nézd meg, az is, hogy gyűjtögeti. Egy jó piros, az a biztos. Na, jaj, de szomorú ez a felhő. Jaj. Szomorú lettem. Na, te inkább... Sose érek célba. De mehetsz egy jó világ körülire. Nem. Nézd meg, ott csak a pénz kell neki. Én a nyugdíjasoktól venném el amúgy a... Jó, hát... Na, igen, tehát egy... politikai útra indulsz. Köszönöm szépen. Hogy a nyugdíjasokat megadóztatnád? Igen. Én ilyet nem mondtam. Azt mondtad, hogy te a nyugdíjasoktól vennéd el. De az ő helyében. Jól van, majd elveszed a nyugdíjasoktól. Én nem. Van már. Ez a politikai program. Inkább azt számoljuk ki, hogy mennyire fogok nyerni például egy ilyen hatalmas, vastag és göcsörtös pörgetéssel, mint a... Mondom, ez az nagyon jó. Elnézést. Jó, visszavágó. Mehet. Azaz, nagyon jó. Na most mutasd meg, öcsi! Úgy is van. Veszi a benzin, akkor a szemét. Jól van, nesze! Meleget tartottam. Köszi. Most már be kéne érnünk, mert ezek itt a nyugdíjasok itt úgy pörgetnek. Mi csináljak, én igyekszem. Jó, folyamatosan. De nem, Hirx az így gyűjtögeti az elveszett kincseket. Az előbb izé, neki is piros volt. Eddig 50%-os a pörgetési ráta. Nagyon jó. De így az életben nem fogunk bejárni egyébként. Hát ez sanszos. Mit csinálok? Te még csak most jársz. Ha egyeseket dobáltok, fél óra egy játék. Jó van, nyugi. Olyan nyugodt vagyok.
Már azaz, nem, de... azaz, nagyon jól dobáljuk. Ezt hosszú távon meg fogja érni, én érzem. Hét. Na nézzük a sorsodat. Jani tarot kártyái megmutatkoznak. Az mi? Action. Akció. Play bingo. Elmegyek egy guided tourra, egy kastélyba. Nagyon rámegy a tanulásra. Mert szeretnék okos lenni. Hát, sok hűhó semmi. Anyu. Te beszélsz, nem tudom hány darab tudáspontoddal, csóró. Milyen? Jövök fel. Lelki szegény. Én vezetem a szívecskét, tehát lelki szegény pont nem vagyok. Akkor agyi szegény. Az lehet. Az pörgetésnek számít, akkor szíjad ki a végéből. De mi? Jó. Én még ott se vagyok, ahol Serenit amúgy. A pénzt, azt, köszi, azt hittem, köszi. Mindenki arra hajt, ami a leginkább hiányzik neki. Na, melyik volt? Lefejelem. Te. Na jó, most a következő pörgetésem az nagy lesz, azt érzem. Az a hetes az nagyon jó szám. Most ez komolyan, hogy egy darab dolog van, amire Road to 2 millió. Road to 2 millió mehet. Azt fizessed is be a banki pénzt. Ennyi. Úristen, de okos. Kegyetlen eszek vannak itt előadva. De legalább... Csóró vagyok, de legalább... tudatosan. Tisztában vagyok vele, hogy az vagyok. Ez egy döntés az életben. Mint a való életben. Nem jön be ez a nyugdíjas élet. Igen, úgy érzem, hogy lassan el kell kezdeni. Látod? Hát mert magányos voltál az egész során, és nagyon jó. Tízes. Köszönöm. Lehetett volna inkább. Szívesen tartsd meg az aprót. Na, ez az. Csak a riszki, csak a kockázat. Úgy lehet nagyot menni. Basz, hát lehet nagyot, igen. Úgy, az egész jó. Ez take control. Na, most lefújálhattok. Fújját? Nem, az jó, a ház is jó. De azt meg add már be. Nem pörög be. Nem, fújját! Isten áldjon meg. Kurva helikopter, mármint... Bocsánat. Nem ő tehet róla, hogy mit pörget. Mármint mi? Jó. A benzincsőbe raktam be, az a baj. Igen, már taktikázik itt. Nézd meg, ott egy kis malacok együtt. Másnak nincs értelme. Jövünk, amúgy határozottan jövünk, Serenittel nagyon jövünk. A pénzem! Ez is tudatos is volt? Így is lett a pozitív. Persze. Valamit azért így egyszer jól lenne az államnak. Hogy hírsz már felfedezte egész Atlantiszt, mire kintiba vonulunk. Igen. Amúgy úgy értem, hogy ők átszaladtak a pályán. Igen, hát igen. Ti kimaradtatok, az életetek olyan gyorsan elsuhant, nem álltatok meg élvezni. Mik ezek a hármasok? Most már ti... Az nem jó amúgy, csak de jó az. Miért nem lép rá az adóra? Húja energia. Ott is van! Nagyon jó, kettőt adjál, az meg, föl is vesszük a családit, kész. Gyönyörű. Oda néz, milyen aranyos a kis rák, a rák és a helikopter szellem. Nem rózsaszín, vagyok rózsaszín. Elvittétek a gyerekemet? Hát, szín. Nagyon jó. Oda néz. Hoppá, családi kupé autó. Mindjárt jobb. Hirsz, hagyjad már azt az Atlantis békén. Na jó. Pe. Egyedül nekem vannak gyerekeim amúgy az egész ránba. És még bedobja az egyest a csillagot! Könyörű. Ne. Persze. Nagyon óriási napszemcsieim.
Legyenek, persze. Úristen, az a vintage motorcikli, az menő. Menő. Már olyan szinten utolsó jött mindenben, hogy tök minden. De várjál, még ott matematikailag bármi is történhet. Jövök amúgy, nagy léptekkel érkezem. Igen. Adjatok pénzt. Kitől vegyünk? A Hirksznek túl sok pénz van. Jó az. Jó az. Kifosztom a nyugdíjasokat. Nem? Vagy nem. Vagy a nyugdíjasok fosztanak ki téged? Beöltöztem mindenbe. Felvettem a púvár felszerelést. Megjött Atlantisból. Hirsz búvárnak öltözött és befúzta a farsangon. Jaj. Na. Be fogsz érni, én hiszek benne. Jaj, csak ne hetest. És a negyest. Mondjuk éppen hogy. Yay. Én is kapok pénzt, ha egyszer beérek. 10 000. Nem, az utolsó nem kap. Mi, kajak? Azért, mert ti hamar megöregedtetek? Megyünk világköri útra. Na. Jó van, pörgessetek már semmi dolgotok, míg az én életem izgalmas és zajlik. Szecs. Volt izé, nyaralgattok meg Atlantisot. És meglehet egy pöregebben kosztüm versenyben. Pe. Írják a chatet, hogy 10 perc, úgyhogy 50 perc várja, hogy elvessen fürdőnket. Hát azt mondtad, hogy 10 perc is lehet a játék. Amúgy most lehetnek én róla, hogy ketteseket dobálunk? De amúgy igen. Szegény, 50 perc ő koszosan a nyitára. Gondoljatok bele, hogy milyen bűzös lehet már. Nyisd ki az ablakot, a segít. Jögi, eljöttem, haló, itt vagyok. Kaptam pénzt. Ott. Nagyon jó. Nem, te nyertél. Nem lett meg a 2 000 000. Na, várjál. Tök mindegy, adjál pénzt. Ott, én ott egyedül vagyok. Köszi, köszi a kis galambjaimmal. Megérte lepujálni. 65 évesem. Még adj egy kis pénzt. De 10-es pénzt adjál. Ja, az is jó. Ez az nagyon jó. Road to 2 000 000, nem lett meg. Na! Ott is van, igen, igen. Marti hamar! Ez az! Köszi! Ennyivel jobban megéri a pénz? Hát én ezt nem tudtam. Várjál, még itt koronák van. Azaz, nagyon jó. Ennyire a pénz éri meg? Hát akkor pénzre kellett volna menni, ne vicceljünk már. Azaz. Bunda, ezt a sok hármas miatt nyertek csak meg. Ott van? Hát, az életben vajó vagyok, ez a tanulság. Nagyon jó. Miért csak main menü? Nincs reset, hogy haladjunk? Jó. Hát még kezdjünk el még egyet, nem hiszem, hogy végig tudjuk játszani, de pörögjön. Megcsinálod, Hirx, a szobát? Az pillanat, éppen az in-game achievementeket próbálom elkívni. Ja, én is, nyugi. Kérdezem, hogy csinálod-e. Addig megnézem, itt a Season Pass, meg minden van itt. Plusz 4 World Bundle. De azt nektek is meg kell venni, akkor mi? Ez így nem működik. Amúgy 25 euró a Season Pass, azért ez meg lehet ebbe perkálni. Jó, de vajon a többi Word-be van izé? Van más kártyák is vannak? Vagy VIP? Mentek az index. Words. Two vehicles, én avatar, outfit. Ja nem, nincsenek izék. Várjál, fogadom az invet. Legyen. Erejtem mielőtt itt valami kód le... Ja, nincs kód, nagyon jó. Úgy. Ready, a rák az nagyot ment. Jó, de hát lehet, hogy valaki itt kiszorítana téged.
elvetted a szint, Hirks. Van ilyen fosbarna? Várjál már, az jó, jó lehet. De nekem nem dobja fel a fos. Hogy lettetek fosbarnák? Hát... Nekem nincs, azt nem ennyiért kell megvenni a fosbarnát. De ott itt kell kattingatni, a nyírra a kattints, nem menj bele ja, a kesztésbe. Ügyes vagy. Nagy köszönöm szépen. Ügyes vagy, jól van. Na, skip, gáz! Mehet, speedrun. Most a végtelen mennyiségű pulyát lehet amúgy a játékban? És a végén akkor ilyen minibusszal... De miért lett ilyen steampunk? Ja, vagy... Én lettem az. Martin, igen, de miért van... Trendy átöltöztem. Felül steampunk, alul meg Willy Wonka. A cukros de bácsi lett amúgy. A cukros bácsi. A cukros bácsi megy elsőnek. Abba a pillanatban, hol lesz. Nagyon jó, a mágikus hármast azt be kell gyűjteni gyorsan, ez most is nagyot fog menni. Most okos akar lenni. Azért lett szemüvege. Ugyanazt csinálta előző. Én már tét nélkül megy, kiplatináztuk, úgyhogy... A kis nyuszi, nézd meg. Mindenki okos akar lenni. Hát azért egy általános nem ártaná elvégezni, igen. Jó. Na, streamer, streamer még lehetsz anélkül is. Ez igaz. Neked is megy. Így van. Na, tessék. A Robotics Engineer asszony. Még a szobás azzal rámegyek a... Hát az Fox. Igen, de nagyot kell menni. De nem baj, nem baj. Robotika. A fizetés 120, ja, az adó 110. Az nice. Pontosan. Én, most speedrunolja. Te mondtad neki. Jól csinálja. Jó. Hát nézd meg. Fizu emelés, azt nézd meg. Megint csak a tudás talentra megy. Ők így ránézek arra a nyúra, annyira nem okos. Na. Csak az álca. Mondja ezt egy rák. De hát én ilyen erák vagyok azért. Ne. Haló? Nem, de azt nem erősíteném meg, nem megfelelő a választás. Haló? Jó, most... Na, adjál egy nagyot, gyere. Skip. Nagyot adjál, úgy én is ilyen robotikai jellegű leszek. Na! Nagyot kell menni. Amúgy tőlem kapta a jegyzeteit az egyetem alatt. Így van. Na, akkor most, hogy felgyorsítsuk a dolgokat, egyébként a space-szel tudtok pörgetni. Nem én mondtad meg neki, ne vár! Annyira jó volt nézni, hogy szenvednek. Stream, csak a stream. Ne már! De miért? Te hogy jöttél rá, hogy lehet a space-szel pörgetni? Én egy pillanatot tudtam. De hogyan? Reflexből rányomtam a space-re. Na, érzék, szép. Tudod. Robotikával foglalkozom. Az ilyenekre ráérzek. Ezt milyen robotot építettél magadnak? Ős tehetség vagyok. Egyet, ami képen üt. Téged? Szereted az öngyalázást? Épített egy nem robot? Nem téged, amikor ilyeneket mondasz. Ja. Oda megy is. Mi? Én csak megkérdeztem, képen hogy milyen vág. Robotot építettél. Most ezért miért kell bántani? Kedveset. Hát olyan is olyanra gondoltam, ami simogat este álomba. Az egy jó robot, nem? Az nem volt pörgetés, fixen mondom. Tök mindegy, mert meg kell állnom a stop timeline-on. Az igaz. Nem érdekel a diplomaosztó. Skip, senkit nem érdekel a diplomaosztó. Nyomom. Hőte. Nem volt még séfünk amúgy. Nagyot fizet. Ez idáig. Martin. Na mi lesz a mai menü? Ne szállj becsinált. Nem azt kérdeztem, hogy mi történt hétvégén, hanem hogy mi lesz a menü. Ja. Elütött. De megállt a stop táblán, nem ilyen rendes. Na gyertek, esport meg, azt hittem megint mész magányosan az erdőbe. Az mondjuk erős kezdés. Ne.
Nagyon hogy kell nyomva, Ketart? Ez az! Igen. Speed! Ott is van, öcsi! Ulcsalik! Csak a győzelem. Ah, ide jó ez a Nessai Wins felirat, ezt nagyon élem. Én a Nessai Pace-t, azt szeretem. Nagy volt. Na nézzük. Serenit pörgőzik, egyes, nagyon jó. Ez már az a Serenit, akit ismerünk és szeretünk. De nézd meg, milyen okos lehet 100.000 forintért megint. Úgy döntöttem, hogy az ész túlértékelt. Ez volt a tapasztalatod az előző életedben? Pontosan. Ez szó szerint. Pontosan. Túl van értékelve. Na, jön a játék győztese. Azaz, hatalmasakat megyünk, úgy is van, gyönyörű. Azért egy hatost pörgethettél volna. Nem, kell a pénz. Ott, na, nagyon rá kell menni az egy családi támogatásra abba a pillanatba. Úgy is van, szaladási. Ez az. Nagyon jó. Na, most valami termékeny nőstényt adjál nekem, légy szíves. Úgy is van. Na, mama! Ide figyeljél, nagyokat nem kell rakni. Megyünk is tovább. Menjünk, mama. Na, várjál, előbb hatalmas pénzeket ki lehet nekem osztani. Hiszen minden úgy is van, 20-asával jöjjön. Ez az. Nagyon jól csináljátok. Fixen csalik. Road to fél millió. Ez az. Nagyon jó. Mit gondoltál, Martin? Köszön, megyünk is tovább a mamával. Megyünk is a... Na, mama. Mama, bazd meg. Ne a Gucci táskával menjünk tovább. De a pulya, a pénz is jó, mama, azaz. De konkrétan beleléptem a pénzbe, olyankor nem jár több. Nem. Hívsz még csak most diplomázzuk le. Igen. Na hát egy kicsit visszatartották. Szóval hát dolga volt ott. Mindenki robotika. Nagyon szép sort festettünk oda, arra az oldalára. Örgőnek. Ez egy hát onnan ismerjük egymást. Osztálytársak voltunk robotikából. Marti meg néha adott nekünk kaját. Na, nézd meg. Egy férfias pörgő párbaj. Nem baj, a mi epic csatánkat Martinnal soha nem lehet megdönteni. A kosár párbaj? Igen. Az ott vérre ment. Ezt majd lejátszuk ilyenrel is. Mert... Na, nagyon jól állunk, ahogy így a pénzeket megnézem. Tetszik nekem. Anyas vagyok? Úgy. Hetes. Na nézzük, Steampunk öcsi. Család? Kacsalád. Család. Ó. Get a new smartphone. Adjál egy kis telefontyot. Azaz, gyönyörű. Jobban megéri amúgy kicsit dobni. Fixe, igen, jobban megél. Igen, főleg, hogy annyi az adóm, mint a szar. Hát akkor nem adót kell pörgetni. Jó. Nézd meg, bepörget 100 000-re. Oké, akkor nem adót pörgetek. Ja, csak ennyi. Ja, baszki. Tényleg. Az, hogy csak ennyi. Látod, ezért hát, tartasz csak ennyi, hogy nem kell adót pörgetni. Ez eddig nem jutott eszembe. Úgy van, mama, kicsibe megyünk. De ne, hát mama! Hát faszom, mióta megvan az asszony, bazd meg, csak bukunk. Hát ez ilyen tud lenni. Aló. Ha nem jól választasz. Ez valami goldigert szedtem össze, az megyünk lefelé. Hát mondjuk tekintve, hogy gyakorlatilag az esküvőn ismerted meg. Hát ez nem tudom, jó, hát a családom választotta nekem.
Azt mondták, ő pulyázik nagyon. Pulyázik nagyon. Na. Egy jó egyes, így is van, ott a pénz. Ilyen jókat dobom. Na hát így még 50 percig jöhet a srác. Azóta nem fürdött szegény, még mindig. De engem érdekel, aki írta, eljutottál fürdeni, vagy még nem? Ne fürdjél le! Engem érdekel. Nézd a streamet. Nem, majd lehet, hogy YouTube-on megírja kommentbe, hogy lefürdötte. Igen. De amúgy... De ne hisztízzél, ez így nagyot mehet. Például mehetsz ott jótékonykodni. Elmegyek jótékonykodni. Ó, hát egy igazi kedves. Egy gigantikus tévét is vehettél volna. Igen, tévé helyett elmentél dobozokat pakolni. De jó érzés volt legalább. Azaz, nem kell sietni, mama, csak most már valami... Azaz, gyerünk, csak a puja. Hármasával. Na úgy, igen. Na, azt sushizni akar, nézd meg. Vagy, hát pénz, adjál, menjünk sushizni. Rágja a fülemet folyton, hogy vigyem el étterembe, elvittem. De reméljük, hogy otthon nagy pulyázások lesznek. Azt meg a jó drága étterem volt. Igen, amúgy lehet, hogy tévék voltak a dobozokban, amit szerelik a kolgatot. Sushi készítő masterclass volt az. Itt a torlódás van, amit látom elől. Igen, dugó van. Na, buli van! Lesz zene, Hirx? Hogyne. És melyik számot fogunk berakni? Csak nem azt, hogy... Balázs Palit. Ahol Balázs Palit játszanak. Nem tudok Balázs Palit. Valaki mondjon egy Balázs Pali számot. Várom. Az egész chat csendben marad. Ah, hát biztos tud valaki egy jó Balázs Pali számot. Ilyen nincs. Ez csak séf vagy, az nem sok. Igazából 20 ezerre volt kevesebb, mint a tiéd. De most mindenki felnyitotta a Google-t, hogy ki az a Balázs Pali. Telefonálnék, vágó úr. Na, jaj, tényleg, bazd meg, hát most jut eszembe, srácok. Van az a száma a Balázs Palinak, ami úgy hangzik, hogy Nikász Péri Menó. Az, igen, az nagyon jó. Köszönöm a segítséget. Mi? Ezt nem a vágó mondta neked, ugye? Balázs Palitól szeretném kérni a Ha meghalok, ne kérdezz, miért hideg a lábam című számot. Ez a kedvenc számom. Ennyit kellett perkálni az esküvőre, sokba volt? Jó. Tizet. Elspórolták. Board game. Eddig remekül megy az egyes dobás. Na, most mama, most meg kell nyerni a kaparós sorsegyet. Figyeljé. Nagyot, mama. De ne kicsit, nagyot, bazd meg. Kicsit kiölte a nincs játék fogja. Örömét ez a space. Uramisten! Úristen, az mindjárt fölrepül a helikopter. Megérte? Úgy érzed, megérte. Hú, semmi érte. Köszönöm szépen, hogy jöttetek a Game Night-omra, mehettek is. Nagyon szívesen, kiváló volt, többet nem jövünk. Mi? Kaptál pénzt? Hát jó, de mennyit? Ja, ez olyan lealacsonyodó, sértő összeg. Na. Ennyi volt. Irány. De nem oda irány. Nekem tetszik az irány. Férek úrt. Ott van? Nem ott van. Bazd meg ott a kért. Hát hogy lehet az összes kuján átugrani? Ugye? Istenem. Te kezdhettek egy zenekart. Lehet izé, tessék, kapuzárási pánik. Lett egy zenekarunk a mamával. Az a neve, hogy mama, mama és a gumi. Ez a zenekar neve. Ez egy alternatív punk zenekar.
A mama is a gumi. Meg nagyot fogunk menni. Dobni. Mit választottál? Nem láttam. Single életet egyéni. Választotta. Azt át is de repül rajta gyorsan. Gyorsiba. Na nézzük, a sors elrendeli. Egy jó hitel. Nem, nézd meg. Ez egy jó pénzes kör volt. Igen. Ez az? Hát az a hetes az jobb volt pedig. Nekem az ötös tetszett volna. Na nézzük, Martin. Hát ha elég szép lesz. De érted, te nem is azt nézed, hogy ott megházasodsz, hanem hogy pénzt kapsz, érted? Ott volt egy DJ. Kértük azt a számot, Mesztály, amit szeretsz a DJ-től, úgyhogy légy szíves, fizess. Jól van. Hát az attól függ, hogy melyik változat volt, hogy mennyit fizetek. Hát az a szar. Az a szar volt. Nem jöttek el a gidák. Így van. Nem, amúgy azért jutányos volt, mert mi léptünk föl a mama és a gumival. És... Na mivel, hogy adó? Nem. Jó. Oké. Okay. VR Múzeum. Retro Games. Mehet. Na, valami nagyot létszi. Hát ugye igen, ebben kell remélni. Mm-hmm. I like that. Hát ez lutri sajnos. Kapta pénzt. Ott tehát ja, nagyon aha. Követitek egymást a dugóba. A dugóba. Ó, megtanulok szörfözni. Azt hittem még egy új telefon. Nem neked volt új telefonod? Nekem volt telefon. Martinak volt. Na. Mama. Egy pulyásat pörízzél, légy szíves. Köszike. Nem erre gondoltam. Hát ott egyes lett volna a pulya maximum. Igen. Nagyon nem akar, ez a párválasztás, ez nem megy nekem. A párválasztás ettől még mehet? Na, nem baj. Tovább tanulunk. A így is van. Figyelj, az a baj, hogy kocsiba kényelmetlen, mármint én úgy hallottam. Á, nem baj az, nem baj az, az egyes, az agysebész leszek, az illik hozzám. Haló, aha. Tessék? Nem. Valami hiba volt a vonalban. Megy a légkondi aztán. Ja, értem. Hát pont elég stabil a kötetményi hozzá. Azt az ötöst köszi. Engedjük már el, légy szíves. Köszi, köszi, köszi. Azaz, jó a pénz. Jó a pénz, nagyon jó, mama. Visszaszedtük. Ott az egy... Nem! Kicsit nem volt jó. Kicsit. Kicsit nem volt. Egy jó babysitterkedés. A nem létező pulyáinkra vigyázhat. A képzel gyermekeinkre vigyázhat. Ennyire én is vigyáznék gyerekekre amúgy. Hát. 20 000 Nem akarnálak emlékeztetni egy bizonyos délutánra, amit a kisfiammal kettesben töltöttél? Biztos? Azért mondom, hogy ennyiért csinálnám. Nem, nagyon éreztük magunkat egyébként. Nagyon akartam nagyot dobni, nem nagyon van. Na, nézzük, a Beach House-ra megint rámegye. Nem, most nem. Ott az egyes, jó, az nagyon egyes. Jó az egyes. Garage sale, micsoda a dolgok. Mit jelent a K betű a vásáron? Mit jelentett a K betű a dobozokon? Hát a... Amíg, na amíg ezt fejtsem. Addig nincs gond. 1K, 2K, 3K. De hát szám nem volt előtte. Hát, de
annyit arra. De hát ugye rájöttem, az egy 1K, értem. De volt, ami két darab K volt. Az 2K, értem. Hát jöhet az ötös szerenit, jöhet. Nem, az az egyes, az oda be van. Újjaj. Megszalad. Csak ideig. K, mint kurva drága. Ez is egy megfejtés. Nekem ez jobban tetszett. Már nem vagyok hetes, ne dobálgass. Vedd már fel a busz megállóba, ott volt egy púlya, ott vár reggel óta. Majd most pörget. Azaz, azaz. Hát az élet néha azt mondja, hogy hello. Köszi. Na. Mama is a gumi. Igen. Aha. Aha. Hát persze, menjünk hajókázni, mama, menjünk, persze, hát... Hogyne. Van miből, nem kell spórolni, hát élvezzük az életet. Oda dobj egy ötöst. Ah, úgy nem akarjuk élvezni, mehetnek az egyesek, annyira nem sietünk. Akarják. Rágyógyult a hetes. Bíp. Senki nem akar pulyázni. Ú, azt megspeedrunolgatja. Nem túl jó. Igen, a két ház közé sikerült beesni. Solar panel! Meg ott is a kábel. Kurva drága. Mire teszi föl a solar panelt? Tehát házas így. Hát a motorjára. Ahogy a motorra. Húzza maga után. De. Na. Na nézzük Martin családalapítási próbálkozásain. Hát nála csak sikeresebb lehet. Várjál, még azt beverhetem a nyugdíj előtt bármikor. Mondom én. Jó, de még kutyák is születhetnek az éjszakából, ugye attól függ, hogy ki volt első a kanyarba. De hülye vagy. Neked is ilyen szép rózsaszín. És jött össze. Ja, mondjuk neked rózsaszín a feleséged, mondjuk. Kész mázlik, különben kérdések merülnének fel. Valahogy Serenit ott van az összes gyerek születésnél DNS-ben. Mindenki garázsvásártal, úgy nézem. Na de mennyiért? Remélem sokért. Jó, az a piros. Úgy is van. Úgy is van. Van már rótú 1 millió, mit panaszkodsz? Az pénz, az jó az. Visszajött a hajó utazására. Fele. Nem. Majd dobjuk egy volt. Az is jó, köszi. Eljöttél egy Mama is a Humi koncertre. Hogyne. Ó, haló? Az igen. Miért beköltözött? Sokba volt, mondjuk. Kicsit drága volt. Igen. Igen. Nem baj. A best üveg befektetésnek. Nézzetek utána. Úgy, de meg spickózta. Na már megint a beöltözés. Lehet, egy kicsit változatosabbak ezek a kártyák. Igen, hát... Na. Akkor mondj addig egy vicc. Úr, elzsibbadt a láb. Ajjaj, zsibbadások vannak a testembe, várjatok. Elzsibbadt a lábam. Nem hívjatok jó. Papot. Bizony, hívjatok papot. Tartós tejet már ne vegyél. Te ráadásul úgy, hogy hétfőn megyek a temetésemre. Ja, igen, igaz. Igen. Arról ne is beszéljünk. De ma is megmondták a Scrubs-ban, hogy minden vérzés eláll így vagy úgy. Jó, de hogyha nyakamba vágja a vérvételes tűt a nő vagy férfi, akkor mi lesz?
Te is mondtad, hogy kicsit meglevegősödik a izé, azt ott maradok. Bediplomáztam, köszönöm. Remek. Bámulhatod a csillagokat. Anyukám elkísére a vérvételre? Hát amúgy még nem mertem neki szólni, mert... Hát, hogy elkísérnem. Amúgy ez nem is egy rossz ötlet. Olyat nem lehet... De olyat nem lehet, hogy anyukám vérét veszik le? Hát gyakorlatilag az egy szem fia vagyok. Biztos ugyanazt mutassa kb. Nem? Nem. Nem. Haló? Mit akarsz tőlem? Hát egy fillérem nincs, te meg már itt 1.3 millió csücsülsz. Mit akarnak? Pénzt! Hát azt tudom. Ott is amúgy van. Na, bazeg. Köszi. Amúgy úgy volt, hogy én veszem le, csak aztán megnéztem az utca a vénáját, és rájöttem, hogy szar vénája. Az, hogy megnézem a vénádat, az úgy nézett ki, hogy addig szorította a kezemet, amíg nem látta nagyon a fájdalmat az arcomon. Az csodálkozik, hogy nem engedem. Igen. Ha nem találják a vénádat, akkor a készfejedbe kérjed. De hülye vagy, bazd meg! Hát, de... Én a nyakát mondtam, de azt sem ilyen dolgot neki, aztán el fog ájulni. Nem, a készfejedből tudnak vért venni, egy kicsit fáj. Édes Istenem, de... hát ne, biztos, hogy nem. Nem jó a dobás, haló! Nagyon jó az elterelő taktika, egyre rosszabbak a dob. Jó, hát még szégy. Igen, de amúgy sajnálom. Ezt most meg kell ragadnom ezt az alkalmat, hogy elmondjam, hogyha megszúrnak egy vérvételi tűvel, és tenna... Anélkül, hogy kihúznák, keresik bent a vénát, azt így kell csinálni. Hogy? Így, azért csinálják így, mert az, hogy az a fájdalmas csak, amíg átszúrják a bőrt. Utána már nem fáj neked, és ezért van az, hogy nem kihúzzák és újra megszúrják, hanem bent keresik a vénát. Hát de fogjátok ott a húsomba, ott forgatgatni ezt fogja. Ezt így kell csinálni. Azt mi lesz, hogyha izomsorvadásom lesz tőle, vagy mi? Béla nővér az ezt csinálta, ezt így kell. De hát, haló? Ez így kell? Meg akartam ragadni az alkalmat, most már tudjátok, ez így kell. Azt mondták, köszönöm, sok folyadékot köszönöm, kell inni, mióta lefoglaltam az időpontot, én iszok. Hát előtte arról este már... Igen, segít, mert akkor fogyosabban jön. De hát nekem szép bőröm van, azért nem találni a vénáimat, ezt most el fogja csupítani. Nyugodjál meg, itt a pénzt, tessék. Adottam egy egyest. Hát még a teheneknek jobb vénái vannak, ez tény. Hát, jó, de nem lesz semmi baj. Nem fogja forgatni. Fájdalmasabb lenne, ha máshogy csinálnák, higgyétek el. Tényleg, jó, abba hagytam, sajnálom. De miért nem lehet, de miért nem lehet így bevilágítani, és akkor így megnézni kívülről, hogy milyen a vérem. Még kell hozzá kiszedni. De én azt még mindig nem értem, figyelj, hogy egyébként véredet, honnan tudjuk, hogy túlélem-e a vérvételt. Hát sose vettek még le ennyi vért tőlem, tehát nem biztos, hogy tud funkcionálni a testem nélkül. Ne, egész biztos. Na mennyi vért akarnak levenni, két piolát? Egy vérvétel. Hát nem tudom. Itt, csak nem is vér adni megy, csak ez vérvétel. Az egy... Jó, egy igen, ez meg a másik, hogy piola. Állandóan megy a shaming most emiatt. Hogy... Vagy mi az? Izé. Na gyere, gyertek! Cső! Nyomjuk a izét. Gokártot. Jó, kicsit dobtam, hogy rohanna le. Haverom, erre azt szoktam mondani, kis baltával vegyenek vért tőle. Jó, megcsinálom. Önként jelentkezem. Három fiola a teljes vérkép. Micsoda, azt mekkora fiola az? Pici fiola, nyugodjál már meg. De? Egy decit sem veszítesz. Hát, de az még mindig egy, tehát, hogy azért, tehát az én testemnek hatalmas szerveket kell ellátni a vérrel, azért ezt lássuk be. Tehát nem tudhatjuk, hogy egy minimális visszaesés milyen malfunkciókat fog okozni. Hát, reméljük, hogy a fejnek tényleg. Miért vérvétel után azonnal el akarsz menni randira, vagy mi? Hát, de amúgy meg miért az úr? Hát még az is lehet. Három fiolával VB-t lehet nyerni. Ez egy foci vicc. De azért létszi, menj el.
biztos itt köszni. Azt mondja Black Lang, más embernél egy liter kell az agynak is, úgyhogy előnyből indul. Van szóval egy liter felesleged, miről beszélünk? Aj. De ha szerencsék van, akkor esetleg a beszédképességeidet fogja zavarni az hát a... Hát, és akkor majd mutogatok itt streambe, vagy hát mondjuk az elég egyéni. Kevesebbet beszélsz. Ott luxuri apartment, oda néz. Na költ, ott mert... a jacuzzi, ott pesgőzik. Az igen. Bizonyám, majd lenézek rátok onnan föntről. A magányos ja. Nyuszilag. Ja nem, már van sugar daddy, ő vette. Nem, én vettem, dolgozó nő vagyok. Két diplomás. Bizony. Azaz, nagyon jó. Na jó, most itt nagyot kell menni. Ügyesen, ügyesen, azaz, jó az, nagyon jó. Adjál nem valami lesz. Kegyetlen nagyot. Haló, melyik a kegyetlen nagy? A város széli bungalló, ugye? Amúgy jobban tetszik a kicsi, az milyen aranyos. Ilyen rákhoz méltó. Ilyen rákos. Teljes vérképet tuti, hogy nem tudnak mondani három fiolából. Hát már növe! Hát háromról indultunk! Kell egy cérumos, kell egy ettás. Hogy esetleg egy citrátos, merre tudnál? De most akkor háromszor fogják szurogatni, nem, vagy mi lesz? Egyszer! Csak hogy csöveres. Mi és így átfolyatják az egyikből a másikba, és a mellé megy egy kicsi? Akkor mi lesz? Akkor mellé ment egy kicsi. Látna, néha, hogy szoktam vért venni. Hát, ha néha, hogy nem akarom látni. Minden véres, még a plafon is. Várj, mekkora állatról beszélünk, mert ha egérből csinálsz ilyet, az durva azért. Nem, egerekben nem szoktam. Nem baj, hogyha túlélem, akkor megígérem, mert csak emiatt kapom a shaminget, ha túlélem, akkor utána elmegyek vért adni. Utána elkezdek eljárni vért adni. Igen. Most itt megígérem. Vérodás után nem mehet, vagy vérvétel után nem mehet. Nem utána, bazd meg, kiugrok a izén, öt fiolából épp életbe leszek, bazd meg, azt elmegyek még öt litert leadni. Remélem, mindenki hallotta. Klip. Két hónap, addig mindenki elfelejti. Nem. Ha túlélem, akkor utána megyek, amikor lehet. Értem. Megint a gokártban, amúgy. Halkan megjegyzem. Nem, valamennyit kell várni, majd mindjárt Serenit megmondja, hogy mennyit kell várni vérvétel után véradásra. Azért azt meg kell mondjam, hogy vannak a cseten jelentkezők, akiket lecsapolhatná Serenit. Nem én mondtam. Vágd a nyakukba a tűt, azt nem lesznek ilyen lelkesek. Én amúgy nem pofáznék, tehát ez én kezemet elszorította. Azt láttam, hogy élvezi. Azt, hogy csak a vénádat nézem, aha. Ezzel csak még rossz. Rámáztak. Ez a Twitch chat, itt mindenki lepetező stapot, már mindig. Jó. A nyugi egyből ki fog derülni, hogy életben maradok-e, mert Szeren itt már egyből bejelentkezett, hogy azonnal küldjem el neki az eredményeket. Már ja, ott, érdekel. Már előre vett popcorn, bazd meg, ott fogja izé. Hát, de azt nem kapod meg azonnal. Hát jó, nyilván nem azonnal, de hát... Azonnal, ha de tekintve, hogy életveszélyes állapotban lesznek, ezért remélem gyorsan meg fogják nézni, hogy mivel lehet megmenteni. Így el vizet. De a vérvétel... Azóta is iszom, mióta lefoglaltam az időpontot. Helyes. Mondjuk ez elég lett volna. Vald be, hogy a véradást azért vállalod, de hogy utána ihassál. De vizet iszol. Kávét ne igyál reggel, az sűríti a véredet. Semmit jó van, de még várj, az az egyik probléma, mert ugye pisilnem is kell. Tehát, hogy az meg a másik izé, hogy az idegbe leszek. A reggeli középsugaras vizeletével jelenjen meg a laborunkba. Igen, de amúgy de voltam a házi orvosomnál, csak ma, mi, na most miért kell agysebésznek fizetni, bassz meg? Voltam a házi orvosomnál, és mondta ezt a középsugaras vizeletet, és látta az arcomon az ostoba kifejezést, ezért nagyon szépen részletesen elmagyarázta, hogy ez mit jelent. Pedig én nem mondtam, hogy nem értem. Még, de milyen jó, hogy feltűnt neki. Nem igaz.
De... Amúgy, de hogy... És akkor hogy készünk hétfőn ilyen Just Chatting lesz? De amúgy lehet úgy, hogy... Tehát, ezt a lányok hogy csinál? Hogy először egy laborba és akkor átönt? Vagy hogy? Hogy? Hát ez pici. Hát egy technikai... Hát hogy? Hát ez... Nem tudom, én úgy hangalt fogtam tűvel venni vizeletet egyszerűbb. HALLO?! Micsa, hogy? Ezt nem mond neki, hát soha életében többet nem fog orvost megkeresni, hát hallod? Célozzak? Hát mi az, hogy cél... Hogy célozzak? Hát az egy hatalmas húsánggal hogyan lehetne? Mármint, hogy... Jaj... Na, adjad a házat! Amúgy egy jó tölcsér, az egy jó ötlet, egy jó tölcsér. Hadd itt mindenkiből amúgy ilyen izé ingatlan mogul lett. Ennyi? Mi néz ki? Lopják az ötletemet. Na de ugye, köszönöm szépen, hogy más is megerősít, hogy mennyire macera a vizeletadás. Hát az, hát itt idegbe leszek, hogy kínozni fognak, azt előtte még ott produkáljam magamat. Nem előttük. Jó, hát nem arról, hogy előttük, hanem hogy előtte. Hát főkelek reggel, azt egyből ilyen nyomás van rajtam, hogy egy szépet ott pismákoljak, azt utána meg menjek azért kivégzésemre. Hát ennyi feladatod. Kivégzés. Ne aggódj, nem giotinnal veszik a vért. Hát nem tudhassuk, mert itt kiderül, mert már belém rakta az ideget szerenit, hogy ott mindent fognak velem csinálni, hogy megtalálják a vénámat. Hát az meg egy kutató csapatot fognak beinjektálni a karomba, hogy ott megtalálják, hogy mi van. Jaj, ne aggódj, nyugdíjba vonultál, ne. Na, így is van. El is adok mindent, bazd meg. Adjál házat, pénzt, mindent. Ott abban van a nagy pénz. Annyira nem, de... Van itt ilyen állás, azt meg lehet? Hát úgy, megyek buket listázni. Egy újnyi vizeletet szoktak kérni. Na de most mi az, az mi az, hogy egy újnyi? Az mi az, hogy egy újnyi? Erre nem, a mennyiségre nem kaptam instrukciót. Adnak majd egy... ...izé, tégelyt. De van tégelyt, már! Hát azt már hoztam haza ilyen, itt van, hát ez a probléma. Azon nincs egy ilyen? Nincs! Az oldalán? Sima kémcsövet kapott, hogy... Nem, abban nincsen. De nagyon jól klatjon. Te teás üveget, abba be, vagy mit, abba belenyomod, utána, hogy beleöntöd főni, azt jó van. Megoldjuk. Mondjuk mindenképpen részletesen be fogok számolni amúgy majd, hogy hogy sikerül. Vagy töltsért, azt akkor hajrá. Azt mondják, 3/4. Jó van. Bele az... Miért? Csak úgy szórakozásból? Amúgy tök nő is a centrifugálják, szóval... Hogy mit csinálnak vele? Az az én testnedve így mevárja? Hát ez hol van a szer? Hol kell erre engedélyt adni? Hát mit csináljanak vele? Hát mi kimossák a centrifugálva? Mi koszos? Mi az, hogy kicsen... Nem, lecentrifugálják! Az, várja, a centrifuga az kitisztítsa a ruhát. Az hogy jön a húgyomhoz? A centrifuga az egy dolog, ami pörög. És igen, ezt segít... tudom. Nem, szoktam nem gravitáció, ez milyen erő, amikor... Centripetális. Az, bocsánat, nem most már milyen petét is ad? A centripetális kifele keverem. A neveket keverem. A centrifugális van kifele. Igen. Hát valószínűleg egyébként. Tajoknál ne keverd a neveket. Hát mi pörgetik? Hát megpörgetem én neki. Nem mindegy, hogy gizike vagy gőze. Úristen, kibaszott éhes vagyok, Bi, ezt nem most kellett volna. Úristen, annyira jó a mob pizza, az a legjobb pizzázó a világon. Mob, van ilyen pizza? Igen, csak sehol nincs, csak a harmadik kerületbe, és ez a probléma. Annak kicsit drágább, mi? Micsoda? Annak kicsit drágábban hozzák ki. Nem, hát onnan ki se hozzák, hát én kifizetném onnan a világot egy lelkes fiatalembernek, aki kihozza nekem onnan, mondjuk, nem tudom, hogy maradna friss, na mindegy. Aki a harmadik kerületben lakik, ingyen promóció. Honnan rendeljetek egy pizzát ma vacsira? Az a legjobb pizza a világon, bazdmeg. Na, a luxus apartman. 800 ezer el tudja adni.
Minden esetre, most már megvagyunk, úgy érzem, hogy kiválóan fogom tudni teljesíteni a húgy küldetést. Úgy érzem, hogy ez is... Hát mi? Most hogy? Akkor a vizelet küldetést, az menni fog. Menni fog? A P-quest. P-questet, így van. Így van. Ettől függetlenül még mindig nagyon kell izgulni, hogy hétfő délután életben leszek-e. De mindenképpen értesítek majd mindenkit. Köszönjük. Csinálj egy Insta sztorit, ahogy éppen veszik le a vért. De hülye vagy, hát szerinted én majd ott lefényképezem, ahogy túrják késekkel a testemet? Hát olyan... Mikor mész? Délelőtt, reggel? Néptel? Reggel megyek. Reggel mész. Jó. Igen. Ne... Mit istenem ezzel? Úgy hát érzem, látom, hogy nem veszitek hát elég komolyan a... El akarod tehát így nem fogadj el tanácsot, hogy szerintem pont a csatról akar tanácsot elfogadni. Én mindenkinek igen, elhiszek egy mindent. Ment még egy tervérvételre, nagyon jó ötlet. De erről beszélni kell, mert így kisebb lesz a trauma. Így van. Így van. Még csak most? Hirks? Késő délő típus vagyok. Amúgy, az biztos, hogy nem várjuk meg, amíg te be... Ja, nem. Hogy lett feleséged, haló? Hát azt tegettem ki. Ja, hogy ilyen van? Persze. Mi, és akkor, ha már van egy, akkor is ki lehet pörgetni, hogy lesz még egy? Nem, hogy nem. Csinálok egy vlogot. Hashtag grateful, ez lesz a címe, ha életben maradok. I almost died, no clip blade, no joke, cotton scary. Losing hát my blood, cotton tape, HD. Én megálltam előtte. Amúgy tényleg altatást lehet kérni, ez Geri, ez egy jó. Jó. Az is tű amúgy, azt elaltassanak, ahhoz a belétkel rakjanak egy vénakanőt. Hát a filmekben rája rakják a szájára, ott a izét. Ahhoz anesztezológus, tehát hogy nem fogsz te fizetni egy anesztezológust. Anesztezológus. Miért? Nem tudom kimondani. Miért? Céges számlára kérhetem, ha vlogot csinálok róla, akkor lehet, nem? De amúgy a filmekben is a maszk, nem a masktól lesz, hanem a... Hát akkor minek van az rajta? Hát az oxigén. Az oxigén miatt. Ja, de hát ilyen altató oxigén nem lehet oda belevezénye? Azt a kapodra. Hát, az de miért nem lehet szájon? Az oxigént meg szemofluránnak hívják, hát, de azzal nem lehet indokálni, az akkor küldjenek be masszív füstöt, amit eszméletemet vesztem is. Hát ilyen, felhívom azt a Snoop nevű haveromot, megoldjuk, jó? 4 perc, 20 másodpercig masszív füstöt jutassanak a tüdőbe. Nem Big Money. Ha az 5 éves gyerekem sírás nélkül kibírta, neked sétagalop lesz. Na, én erre nem bennék ne, na jó, de az 5 éves gyerek még nem tudja, hogy micsoda orvosi műhibák történhetnek, ezért nem fél eléggé. Plusz ő kap nyalókát a végén. Azt írja a csetem, az én drága feleségem, kiütlek én előtte a szeretnél. Nem az meg! Ez is egy megoldás. Én úgy érzem, hogy nem részesülök a megfelelő együttérzésben ez iránt, az ügy iránt. Orvoslásban vannak sokkal durvább dolgok, tehát egy vérvétel sem. Azért még kipörgettem magamat a végére. Jó van. Amúgy ez az, kapott te is nyalókát. Zsófi, adt neki egy nyalókát? Hát jó, nem, de haló. De amúgy azt lehetne, amúgy igen, hogy így előre veszünk itthonra nyalókát. De azt nem kaphatod meg, amíg nem vagy túl rajta. Igen. És ha nem éled túl, akkor ez enyém lesz. Nem, nem. Akkor azt az öröklési vég ítéletembe belevesszük, hogy kié lesz az a nyalóka. Miért kell vérvétel? Mert 30 éves vagyok, és 15 éve nem látott orvos semmilyen. Eddig el tudtam dodzsolgatni őket. Remélem, most kamatost ujjam. Na, amúgy nyerek? Az mindig jó, ha nyerek.
legalább nem lettem. Ja, de még nincs, azt még nyerhetek. Aló? Nem szeretnék utolsó lenni. Nem egy szeretnék korona. Utolsó még lenni. Egy korona. Ott van. Az mi az a 30? Várjál, ott az még ott a 6. Come on everybody, come. Na jó, ez azért történt, mert ideg állapotba raktatok. Nem baj, az első meccs számít mindig. Na, aha. Hát köszönöm szépen nektek is a részvételt, a közönségnek is. Volt egy tök jó játék bemutatónk, illetve egy szellemi korepetálás nekem, totálisan megérte. De amúgy mire ez is kimegy a YouTube-ra, addigra túl leszek rajta, mert ez nem most hétvégén fog kikerülni, hanem jövő hétvégén. Hogyha ez hétvégén. Az utolsó videója YouTube-on. De akkor úgy fogjuk, igen, de akkor majd a leírásban ott lesz már a temetésem időpontja, és lehet egy nagyot bulizni majd. Így jó, lesz. Nekem megéri. Ott lesz a Facebook event. Nessai Reap F, ez lesz a Facebook event. És mi fog szólni a temetéseden? Jaj, és adja alá, ne! Nikász, ne férj, no! Ígérd meg! Vigazdíj a negyedik helyért! Úristen, de kerek lett ez a történet. Na hát jó hétvégét, srácok! Köszi nekem a gémet! Nektek is, mindenkinek is. Köszi. Mindenképp titeket is informálnak majd kalandjaimról. Küldjetek továbbra is csapatneveket, ha egyszer kitaláltok valami értelmeset, még lehet, hogy meggondoljuk. Hát, és hogyha ugye életben leszek, hogy elolvassam. Mi elolvassuk, nincs gond. Ja, jó. Hogy majd ti nélkülem, én már ott főd alatt a kukacok rágnak, ti meg itt majd gammázgatni fogtok itt a csiti csatim, mi? Pont. Én veszem át a csatornát, én fogok streamelni. Aha. Igen. Na szép. Én úgy érzem, hogy ez most már itt kezd összeáll. Nagyon, valahogy nagyon terved van neked erre az Én Elesek című történetre. Nem. Aha. Nem. Már most sápadsz. Nem sápadok, nem. Rosszak a fények. Egyáltalán nem. Ja, Istenem. Sifázni is fogok, ne aggódjatok. Mindenképpen. Csak vérvételre mész, nem a patológiára. Nem! 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 Hát ez sorrend. Köszönöm, jó, hogy jó. Itt voltatok. Megyek. Iszok vizet sokan. Helyes. Köszi. Helyes. Köszi. Köszi, köszi. Sziasztok. Hello, hello. Na, ezt így az ember nyomorán így örvenkeznek. Kedves közönség, köszönöm a figyelmet, élőben itt mindenkinek a támogatást, a lelkit, a szellemit és a pénzügyit is. Üdvözlöm a YouTube nézőket, mindenképpen, hát ők már tudják, hogy mi történt, gondolom, mert ez már akkor fog megtenni. Nem utoljára, nem utoljára. Ez most egy transformáció kezdete. Most végre ezen túlesek, és utána meg hatalmas véradások lesznek. Végre így is, a testemmel is jótékonykodok. Amikor fiatal egyetemista voltam, akkor azt hittem, hogy a testemmel csak egyféleképpen jótékonykodhatok. Minden, tehát, hogy de most már tudom, hogy másképp is. Úgyhogy ezen túl kell esni, és akkor utána majd jó lesz. Úgyhogy ez egy személyiségfejlődés kezdete. Meg kell koronázni a pillanatot. Na, viccet félretéve, srácok. Amúgy bocsi, hogyha valakit zavart ez a téma, nyilván viccelődök félig. Csak gondoltam, kicsit repetitív így a második játék, és már semmi izgalmas nem történik benne, úgyhogy gondoltam, legalább feldobom ezt a témát, hogy ne unatkozzunk. Ha valaki unta nagyon, akkor elnézést kívánok. Nyilván nem akarom elviccelni azt, hogy egy asszott vérvételre megyek, mert eléggé komolyabb problémák vannak az életben. Úgyhogy nyilván senki ne vegye ezt magára, viccelek. Aki meg magára akarja venni, azt hisztizni akar, úgy is fog, úgyhogy mindegy, de nyilván aki tudja, hogy mikor viccelek, azt tudja, aki meg nem, annak úgy is mindegy, az jöhet majd velem együtt hamvasztásra.
Köszi, hogy itt voltatok! Jó hétvégét! Találkozunk jövő héten. Találkozunk. Hétfő délután jövök. Itt leszek. Ugye? Reméljük. Szevasztok! Pa-pa!